Gangsta Zoli a munka mellett sörfajtákat tesztelt Írországban. Üdvözlöm Önöket, ez az aktív késő este, Papp Gergely vagyok. A kartellel egy fellépésre utaztak a Szigetországba, ahol mind a mellett, hogy végigkóstolták a teljes sör és viszki kínálatot, az ír lányokat is alaposan szemügyre vették. Hosszú idő után új klippet forgatott Gangsta Zoli és a Kártel. A videót egy írországi bulin készítették, ahol a fiúk még közelebbről megismerkedtek az írsörök és viszkik legkülönlegesebb fajtáival. Nagyon kellemesen lehet alkoholt fogyasztani, és hát azért vannak kifejezetten nagyon jó sörök és nagyon jó viszkik, vannak a csapolt sörök, azok nem úgy vannak, mint mondjuk egy hazai helyen, hogy 3-4 csapolt sör van egy helyen jó esetben, hanem egy sornyi, és azt mire végigiszod, azért az egy nagyon komoly teljesítmény. Míg Zoli a barna sörökkel ismerkedett, addig a zenekar másik emblematikus figurája, Big Daddy, a helyi viszki specialitásokkal oldott. Neki estünk a Steve-vel ennek a cranberry-s viszkinek, és hát az valami embertelen finom, úgyhogy mi inkább viszkisek voltunk. Az italok szigorú ellenőrzése mellett természetesen az ír lányokat is jól megvizsgálta a zenekar. Nem a legszebb lányok a világon, a magyar lányoknál azért nagyon kevés van szép, és ezt nem azért haza beszélek. Mulatásban nagyon erősek. A 15 éves Kártelnek meg a magyar rajongók mutathatják meg egy-egy koncerten, nem csak szépségben, hanem bulizásban is felülmúlják az ír lányokat.